Na szevasztok srácok, én Grézőbor vagyok, ez pedig a Mass Effect 3. És itt vagyunk a Marson, egy bázison, mert kaptunk egy információt Hackett admirálistól, miszerint egy elég fontos információ található. Most mondja. Nem, most nem azt mondja. Na, mit akartam? Hogy eléggé jó kis bizonyítékaink vannak, vagyis információink vannak, hogy mik a kasszásoknak a gyenge pontja. Itt azt mondták, hogy ez az egyetlen módja a kinyírásuknak. Nagyon kíváncsi vagyok, és nem tudom merre kell enni. Az aktuális feladat. Nyomom a V-t. Nyomom a V-t. Nem történik semmi. Értem. Ti nem tudjátok? Ott van kivaszott nagy... Adja. Ugrik? Csak leesik. Mit akar vele lecserélni? Mit akar vele ez a... Vajon... Ja, így működik a dolog, tényleg tudom már, hogy van. Súly! Hova tegyem? Oh, képességek urat. Ez kurva sokat foglal. Ezt használni fogom én? Nem. Most így el is mondta kedvem. Ezt lehet upgrade-elni ezeket? Igen. Mert később lehet, ugye? De nem, vedd ki, nem kell. Hogy kell kivenni? Így. Megvan. Ja. Inkább így, bocs. Futni akarok, nem ugrani. Cerberus? Aha, ott olyan. Persze az emberiséget, és az egész univerzumot ki akarják írtani, de az emberek még egymást ölik ezen belül. Hát ez tényleg amúgy so real. Nem ezt akartam csinálni. Miért csináltam én ezt? Jó! Izét akarok benyomni... egy ilyet. Azt én ezt innen szedjem le. Na, akkor én is kivégzést tartok. Gyönyörűen mellé lövök folyamatos. Az egy grenade! Az honnan jött? A gyerek! Ott is van! Rohagy már meg! Ez jó az a, ez nagyon jó az a képesség, nagyon tetszik. Lehet, hogy túl sokat fogom ezt használni, és nem lesz nagyon választékos. Az kurva nagy fedezék. Jönnek utánam, érted? Hogy mindig útba legyenek a rohadékok. Az gyönyörű jó. Gyere már! Ja? Nem ezt akartam, újra tölteni akartam. Fegyverzet töltény nincs. Azok mindenhol az vannak, bazd meg. Na gyere, köcsög arcú. Anyád! Túlélem? Igen. Köszi. Ennyi volt a bújdosás, most már keményen. De mit őriztek ki tényleg a Marson? Tudja, hogy valami kutatás lesz ennek a végén. Az igen, az, hogy kikacsázott. Ilyen vantit. Lőd le a legyek szárnyát. Nem. Ezt egyszerre. Igen, átvettem a harctechnikát a Cerberustól, még együtt voltam. De nem adnak töltényt, ez hogy... Tényleg most már nekik is van ilyen izéjük, ezt mivel hozom én elő, azt a menüt? Nem ezzel, de akkor mivel? Ezzel, jó, okos. Nem lehet bekapcsolni ilyen mészárlás. Mik van nekik? Roncsolás. Fagycsapás.
Most két férfival vagyok, ez így eléggé homó. Ráadásul az egyik belőle tényleg homó, ugye? Az a nagy darab az homó, vagy nem ő a homó, a másik homó. Tényleg kivel jöjjek össze, legyek buzi? De hogy leszek? De legyek? Nem. Úgy csak bírnám ki a jelenetet, a szex jelenetet. Ők dolgoztak nekem, az ekkora duva lenne már. Átmeneti szövetség volt. De legyek egoista? Nem tudom. Aj. Átmeneti szövetség volt csak. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the Collector base. And I have no idea why they're here now, or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. Csak egy köcsög vagy. I shouldn't have to explain myself to you, Caden. Ez az, őt mentette meg, tényleg, vágod. Nincs is jó csöcsöd. Mekkora áldozatokat hoztam. Liara. A.K.A. Shadow Broker. A.K.A. a két lány, akivel dugtam az egyben. Meg a kettőben is talán, nem tudom. Nem, a Mirandával voltam, hát még írta is. Itt elég szar egy csata jelenet egy ilyen szellőzőből, tehát nem nagyon tudsz elbújni igazából. A harcrendszer ott nem nagyon működik, vagy a fedezékrendszer ott nem nagyon működik. Rohadt kemény csaj lett igazából. Az egyben még tök félénk volt. Az két headshot nekem sose egy lövés. Egy emberke. Ja, még ők is élnek, akkor neki kettő lesz. Három. Hát úgy van jó. És őt is lelövi. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. You too, Liara. I was so worried when the reports came in. I'm sorry about Earth. Yeah. It was hard to leave like that. Caden, I'm sorry. Why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. No. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. Miért csak most értesültünk? Jó hírek, ránk is fér. Tényleg. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When I got the data on the Alpha Relay incident, I knew I had to do something. Hackett knew it too. I contacted him as an information broker, and we pooled our resources looking for a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you. Igen, mondjad akkor mi van. I would have liked it, but under the circumstances, I think I can forgive you. You're too kind. Na, akkor menjünk szobára. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Szinte túl szép, hogy igaz legyen. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. És meg kell építeni. More than we had a minute. How do we get it? Miközben írják az embereket, meg mindent. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. De ugyanazt akarják. The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers? Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. De most akkor ugyanazt akarják, és nem az, hogy összefognak. Nem, a Cerberus. Pedig az
Na hagyjuk, az pont az emberi szervezetet, meg az egy ilyen emberi szervezet, ami izé... What? Get back to the ship. Cerberus beats us to the archives. I need you covering the exits. Mit akartam? Szóval az, hogy az emberi jogokat tartja a szem előtt, és akkor most... Na mindegy. Még lehet, hogy pont azért fél, mert fél, hogyha másik emberek, vagy a másik lényekhez kerül, akkor nem az emberek lesznek a fő prioritások, és akkor ezért akarja megszerezni, ahelyett, hogy egyesülnének Shepard csapataival. Léa, annak nagyon jó izé vannak. Te nem ezt akartam benyomni, rohadjál meg! Keverem, mert a másik játékban meg úgy volt. Várjál, ezt. Léa-nak milyen képes? Hát azt hittem, hogy jobb. Mindegy. Azt tökön lőttem a gyereket igazából. Nagyon jól célzok, nem? Csodálatos. Jó, nyugodjál le. Akkor nyomjad még egyszer, annyira szereted. Azt kifogy a fegyverem, érted a gyerek, adjál? Hát, let's find a way up, ott egy nagy lift. De nekem töltény kéne. Nagyon kéne töltény. Mi az, hogy nem adnak az emberek töltényt ezzel? Hogyan lehetséges? Ott is van egy way up. De... Ah, ez jó. Nem láttuk se a vibráló izéket, töltényeket. A kicsik nem olyan jó szívű, vagy olyan adalkozó ez a játék, mint a kettő. A kettőben nem volt ilyen nagyon gondom. Itt is van, csak ennyi. Csak itt jobban el van rejtve a felfedezés élménye miatt, vágod. És ennyi? Ez a szúrja ki a szemem? Ja, amúgy hullom van. Jó. Hőtároló betétek. Pontos neve, nem töltény. Legyél hiteles. Játék szempontjával. Jöttök, buzik? Akkor lent maradtok. Hát Liara, emelj fel minket. Most bajba vagyok. Gondolom, hogy ez az egyetlen út, ha már erre voltak a töltények. Nagyon nagy rejtély. Csak már elfelejtettem, hogy szabotálták a izit. De erre nem tudok. Ja, de akkor ugranom kell, figyelj. Ezt ennyi? Ja nem, itt innen erre rá. Hát nem. Akkor erre? Akkor... Beszorultam, jaj ne. Na már, ne legyek már paraszt. Nem emlékszek a játékra. De hát biztos, hogy itt kell valamit csinálni, csak hogy futok neki? Vagy így, erre van a leghosszabb izém. Nem, basz meg. Most jól csinálom, szóljatok már. Nem tudok ugrani. Liara, mondjál már valamit, kis okos vagy. Informátoraid mit mondanak? Merre van a felfele vezető út? Hagyjál már, hogy nem, ezt nem tudom. Fáj butának lenni. Nem, komolyan nem látom a lehetőséget felfele. Pedig minden jel felfele mutat. Sherlock Holmes. De most hol máshol tudnék felmenni, mint ott? Most ne csesszetek már fel agyilag. Ezzel a szarral nem lehet valamit csinálni. Te! Tírim, és tényleg tírim. És most ugrok, figyelj. És most úgy el voltam szállva, hogy nem figyeltem a storyline-t. De szerintem arról volt szó, hogy a Cerberus izé, szövetkezett a kaszásokkal. Tehát ez nagy fasság, hát ők mindig az embert védték akárhogy is. Én csak az volt a probléma a Cerberus szervezetével, hogy nagyon szélsőséges technikákat alkalmaztak erre is, és sokszor sértette magát a jogokat. Fussfedezékben. Tróger. Azt ezt te honnan jöttél? Megvan a probléma. Igen, Shepard vagyok el. Hol a többi két buzi? Azért. Szebben beszélj már társaiddal. Légy szíves. Tiszteld meg őket. Főleg Liarát. Hogy fogsz így vele lefeküdni? Hál' Isten nem hallja.
need access to the pedway. Controls should be nearby. Itt van. Csak egy kanyar volt. Itt mi történt? Ott Cerberus nyomában halál jár. Ez van. Felvesz. Nézzük. Ez most... ennek nagy a súlya. Melyik a jobb? Ez? Anyád! Ja, de a súlyt néztem, hogy az volt a nagyobb. Ja nem. Tárkapacitás, tűzgyorsaság, sebzést kell nézni. Az kisebb és a pontossága... Á, ezt nem fogom használni. Bocsi srácok, tudom, hogy nagyon jó előnyei vannak, de így se tudok jól célozni, és ezt lefogom. De ne csináld már így. Ezt ki fogom venni a picsába. Ez milyen nehéz, mert ezt nem nagyon használom, viszont ha ebből kifogy a tár, akkor... Nagyon jó, nem is akarok több fegyvert. Igazából jó látsz, hogy hülye vagyok. Annyira gyorsan visszatöltődnek a képességeim, hogy ez valami eszméletlen jó. De a fegyver kiegészítőkre viszont már nagyon szükségem lenne, mert... Minden szétbasznak a rohadtak Cerberusoik. Shepard, see if you can gain access to the pedway. I can't seem to unlock the live feeds, but... Did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Ivacore. She got here about a week ago. Any luck? Pedway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. És most a shotgun vetted elő? Kipróbálom ezt a shotgun. Vannak hozzá... De nem! Bocs srácok, néha az elő fog fordulni, de nem akarom megcsinálni a gombot, mert akkor is rosszul fogom nyomni. Ehhez nincs ide. Megnézem, milyen a shoti. Bár nem nagyon fűzök hozzá nagy reményeket a távoli harcokhoz, mert... Miss Mika. Köszönjük az ön ismételt ajánlatait azokkal a bizonyos újnak és csúcsmodernek nevezett technológiákkal kapcsolatban, azonban amiként eddig is, ismételten csak vissza kell, hogy utasítsuk önt. A jogi konzultásaink ismét csak átnézték az ön által begyűjtött szerződések, és újfent hiányosak, illetőleg, hogy röviden fogalmazzunk, érdektelennek nyilvánították azt. Kérjük lehetőleg többé ne keressen minket az ön nagylelkű ajándékaival. Ajánlataival, bocsánat, csak mikor ki akarok egészíteni. Tisztelettel, C. Harrison. Kilépés. Le vagyok cseszve, hogy felolvastam, ugye? De ezért jár tapasztalat, hú, szóljatok, hogyha van ilyen. Jó? Honnan jöttem? Ott van. Hú, nagyon pontosnak tűnik kurva nagy kör, de ha megállok... És egyre nagyobb a kör, hogyha futok, vagy izé, így a legpontosabb. Hoppá. Ápoltam megint. De jó, fasza. Csak ilyen keveset kapok? Na, a szopás. Hű, de Liarát nem tudni. Ja, hát ezért volt csak szingularitás. Én meg lebasztam a gyereket, érted? De ez a szingularitás, ez nagyon jó dolog. Hát, de akkor se tudok mit csinálni, csak így mindent kihúzok. Bár ami nem kell, az... Torzítólőszer, stázis. Hatos sugárba kerül ellenfél egy erőteljes tömeghatás mellett állítja meg a páncélos célpontok ellen hatástalan. Nyers biotika, megnövel a biotikus védelmi képességeket. Torzítás, molekulális szinten roncsolja az ellenfeleket, ez nagyon jól néz ki. Az igen, azt a izét. De lehet, hogy csak hármat húzok ki neki, mit szóltok? Torzító lőszer, felrobbantja a biotikusok által levegőbe emelt ellenfeleket, sebzésbónuszt ad egy... Na, akkor ezt is. Liarának nem húzok ki mindent szerintem. Pedig ez is jó még. Mindegy, szingularitást ezt kihúzom, ez nagyon jól néz ki. De rá ezt mondva, hogy nagyon jól néz ki, legalább higgyék azt, hogy izé. Melyik a jobb az idő, vagy a hatókör? A hat másod, jó, hagyjál, ez így jó lesz. Újra töltődés sebessége, ez mit csinál? Ez jó, mert ez még izéli őt. Ez lesz. És ez mit csinál? Berobbantja a szingularitást, amikor a mezőn megszűnik is. Az nagyon jó. Nem, nem, tudom, ez is nagyon jónak tűnik, de inkább robbanjon egyet, az sebez mégis akkor. Úgyhogy majd sokan lesznek. Jó, én tudom, hogy hülye vagyok, meg ti másképp csináltak, de nem tudom, mindig csinálom. Nem tudom, mit csinálni. Shepherdnek tudunk valamit tuningolni igazából. Ezt a szót nem fogom kimondani. A múltkori nyelvbotlás után, mert még labasztok, hogy politizálok. Ezt a szót nem fogom, szóval csak tudjuk, mi lesz, jó? Vonzás, gyújtólőszer, az jó lenne, de az meg 5 pont kell, fogyasztólőszer, ezt el is kéne törölni innen, ez nem kell.
edzettség, az érdekes dolog, megnöveli a közel életerőpont, az lesz a következő. Kédennek tudok bármit is? Ja, a Kédenhez pont, na. Túltöltés, rontyolás, biotikus gáz, szövetségi tiszt, ez mit csinál? Megnöl a fegyver sebzését, életerőt és a pajzs biotikus gátokat. Biotikus gátokat eddig nem nagyon használtam, és sem tudom mi az igazából, de... Életerő és pajzs bónusz, ez nagyon jó. Vagy most sebezzen többet. De nem, szerintem, de nem így az életerő, tök mindegy, hát inkább sebezzen többet, ez csak egy, ez a gép. Leszarom az életét, ez igen. Amúgy azt mondták, múltkor a videósok, vagy videósok, egyik videóm alá az előzőben, hogy nem erősítettem meg, de ezzel léptem ki ugyanúgy, vagy nem? De mindegy, mert akkor is ott volt, most mi van? Vagy most meg lehet, hogy pont nincs. Ez most ki? Ez most Shepard? De azért vagyok, hülye vagyok, hogy így látod, ott van. Meg Liorának is ott van, most jól léptem ki. De ez most elég nagy itt a téri, de biztos nem olyan izé nagy fik, nagy fiki. Nem, izét akartam mondani. She said I was the first. Akkor most erre megyünk, jó? Kicsit nagyobb vihar, igen. Én értettem, azt nem vagyok angol. De nyitva van, úgyhogy bemegyünk. Sötétben. Someone vented the air from this room while they were still here. Looks like they died trying to claw their way out. This is brutal, even by Cerberus standards. Főleg, hogy ő az embereket védi. De pont ezt mondtam a Cerberusról kapcsolatban, hogy bármit képes feláldozni a nemes céljának érdekében. Persze ez csak... Nem, mondjuk tényleg az a célja. Nem a pénz vezérelte őket. Csak bármit. A titokzatos ember nagyon tróger gyerek. Elfelolvassam ezeket? Felhát. Kam! Ki a fene ez a nő, aki fájjaimban turkál? Azonnal tüntest el innen! Nem fogom hagyni, hogy valami önjelölt szakértő, aki a jövő héten lelép, szétkúrja a rendszeremet. Francba a tetves idegenekkel, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak, de valójában nem érdekli őket, hogy mi igazából mit is próbálunk itt elérni. Még hogy Dr. Eva? Ez most komoly? Nem emlékszel rá, hogy mi történt legutóbb? Ha felolvasom, akkor azért jár a tapasztalat, ha csak megnyitom, akkor nem, biztos, hogy ez így működik. Kajáljunk már egyet. Most a töltényekért nézek körbe, meg nem tudom miért igazából. Mert nem is tudom, hogy itt a bónuszok hogy vannak a pályán el. Liara? Ó, ez rohadt jó lett. Robbanjál már! Ilyen sok... de zsír. Csak mire... Hát ez a robbanás hülyeség volt, mert túl sok idejű. Addigra kinyírok mindenkit az egész bolygón. Nem nagyon látok itt bónuszokat, lehet, hogy nincs értelme keresgetni. Majd utána járunk annak a dolognak. Ott van valami, de az ott bónuszos cuccnak tűnik. Jó, mondjuk hát ide be kell jönni. De ezért meg jár XP. Tök furi, felveszem az életet és XP jár érte. Ez mi? Ez mi? Ez gránátos cucc, nem? Mindegy. Na nézzük, ki áll mögött az egész mögött. Security
feature report as soon as... Aha. Mhm. A kotnyeles doki. I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Nem is magad. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? Van. What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Tudod, mi igazad van. Menjünk szobára. Megint. No. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused even in the worst situations. Nem tehetek mást. Most nem fogom ezt mondani, hogy a szeretteimre gondolok, az... Nem tehetek mást. Do or die isn't much of a choice. So I just keep doing whatever it takes. Ride or die, remember? So practical, but I suppose you're right. We'll stop them, one way or another. I wish I had your confidence. Lehet, hogy a szeretteinket kellett volna, de nem most akkor így... Jó, hát nyilván azt kellett volna mondjam, hogyha fel akarom szedni, de most tökös akartam lenni. Most a végnapokban elkezdjek el már ilyen... izé... Példakép is renegátot is kaptam, rohadjál meg, akkor most már vigyázni fogok, mit mondok. Renegátot nem akarok kapni, jó fiú akarok lenni. Nem tudom miért, szeretem a kék színt. Nem, a piros hangú sokkal menő, de mindegy. Az most mi volt? Most mit csináltam? Ja, hogy... Nem. Most mi van? Miért léptem ide vele? Hagyjál már. Ja, az ilyen fegyveres cucc. Várjál? Ez nem kell. Itt van egy új. Valamit felszedtem. Ez mi? Jaj, ez nagyon jó! De ez nem is... Sebzés, túl gyorsaság kapacitás. De esküszöm, ez a legjobb, ez a kis pityú. Nézzenek! Pontos sebzés az itt van, csennek. De nem az, hogy ez kisebbet sebez. Na majd, hogyha... Ez mi? Nem, nem, ez nem kell. Most ezt kivegyem? De nem kell! Nekem elég ez a két fegyver, már bocs, hogy ilyen vagyok, de... Ez tökéletes nekem. Ha ezt leveszem, akkor mennyivel lesz több? Úristen! És akkor ezt vissza... 100... Na és így még jobban jövök ki igazából. Na, nézzük csak meg így. És akkor még gyorsabban fog... Nézzük, ez milyen fegyver. Nem túl pontos. Viszont jó már sok töltényem van, viszont kevesebbet is sebez. Vannak itt bónuszok, látod? Na, a géppisztoly könnyített szerelék, tessék, azonnal itt is van a dolog. De ez nem géppisztoly. Hagyjál már. Nehéz pisztoly. Ez a nehéz pisztoly? Komolyan? De hol a géppisztoly? Mesterlövész, géppisztolyok. Ja, ezek azok a repesz puskák. Azt a rohadt! Akkor ezt én leveszem a picsába. De a repesz puskák... Ja, bocs, meg vagyok zavarodva már. Adjál már békén. Aj, csak olyan furi megnevezése van. Nekem az shotgun. Nem repesz. Nem kell ilyen izé mondani, szakszerűen. Most mit baszakszok ezzel a sokszorsággal? De nem kell ez. Ez kell. Így. Majd kéne hozzá kiegészítőket találni. Hely hülye gyerek! Meg se kérdem, hogy vagy. Mivel tudom, hogy megfázás címem, baktériumokat szaporítasz a raktárban. Nézd, tudom, hogy a protein bigyóitok lenyűgözőek minden, de jó lenne, ha többet nem éjszakáznátok és betartanátok az előírt alvási időt. Most komolyan. Na mindegy, elküldtem a legutóbbi felfedezéseket a földi központba, és valaki nyomás mentesíti a területet, szóljatok a bizton. Értem, szóljatok a bizton. A végét sosem tudjuk meg. Gondolom azért halt meg, nem? De akkor itt lenne egy hulla is. Nem. Akkor ez még nincs be, ez azért béta magyarulítás. Liara? Here comes the boom!
Az nem jó, hogy olyan nagy fiúk is vannak igazából, annak nem... Azt be kell lőni a páncélnak az a kis lukába, érted? De igazából nem olyan... Na, Lyra, köszi. Amúgy érdemes szétnézni ebbe a játékba, azt vettem észre. Így. Nem is kell nagyon utána járni, mert tényleg vannak elrejtve. Főleg az ilyen bónuszokkal, a fegyverekhez, a minden azokra már nagyon szükségem lenne. Bár úgy mondom, mint a 1000 éve játszanék vele, és hogy már pálya, vagy a játék vége felé vagyok, és még mindig nem kaptam semmit. Na. Ez hülye? Most én hülye vagyok? Mi logikus döntés volt ide beállni fedezékbe? Mária, mert nincs betéve az izé, ez. Köszi. Lyra. Légy szíves, gyere. Köszi. Persze. Na, ez fasza volt. Kikerült a gyerek! Kédennek a izét miért nem használom? Ez jó, az is jó igaz, a túltöltés. Ezért jó, hogy ilyen gyorsan tudom használni ezeket a szarságokat. Ez mit csinál? De jó, imádom a füstön. Itt egy buzi. Na gyere, te sunyi dög! Ez ilyen kemény csávó. Ez nem jó. Ez merre jön? Ajaj. Na ezt utáltam ebbe a játékba, ezek a sunyik, ezek nagyon kemény gyerekek igazából. Lyra, nem ezt kellett volna elhasználni, hanem ezt. És te nem arra, nem arra, nem arra! Így nyabad meg. Jó. De jó, azt hittem, hogy... Mekkora gyökér, mint én. Túl melegedett a fegyver, de jó. Most ez egész könnyű volt igazából. Csak ezek a gárdisták, vagy mi a magyar nevük, ezek egy kicsit parasztok, így csúnyiba jönnek, érted? Ott valami virlog. Gránát? De miért nem tudom felszedni a gránátot? Idegesítő. A négyes az nekem a lerohanás? Bocsi, csak megnézem már. Az nem, az itt kéne nézni, nem úgy. Biotikus roham, ja, hát az lerohanás volt a kettőben még. Én voltam, sorry about. Köszi Lyra, kiúsztál a szarból már most. Nem akartam volna felvállalni, ezért egy fantomként csak ne. Deaktivál. Akkor most már mehetünk, nem? Be a bűzbe. Nem. Akkor merre? Ja, még mind a kettőt kell deaktiválni. És akkor most már mehetünk? Na most már mehetek, ugye? Így van.